Részt vett a Beregszászi Színház darabjából, amit hétfőn is kedden mutattak be a Pécsi harmadik színházban. A társulat az orosz-ukrán háború kitörésekor kapott meghívást Magyarországra egykori alapító igazgatójuktól, Vigyánszky Attilától. Így már 3 hónapja hazánkban élnek és meghívásoknak tesznek eleget. Így hozták el a Baranyai megyeszékhelyre Petőfi Sándor művét, a helység kalapácsát, amit természetesen aktualizáltak, így a háborús konfliktus a megmaradásért vívott küzdelem is megjelenik. Ma 3 hónapja annak, hogy a Beregszászi Színház társulata hadiállapot alatt és hadiállapot okozta körülmények között kell, hogy létezzen, dolgozzon. Mi azt valljuk, hogy egy színház addig él és addig működik, amíg előadást játszik, ezért minden törekvésünk arra irányul, hogy ezeket az előadásokat, akár a korábban felvállalt fesztivál előadásokat, vendégszerepléseket meg tudjuk valósítani, akár új előadások létrehozásával további vendégfelkéréseknek eleget tudjunk tenni. Ezért fontos minden meghívás, felkérés, amit Magyarországon kapnak. Bíznak abban, hogy hamarosan visszatérhetnek Kárpátaljára. A beregszászi székhelyünket mi átadtuk a kijevi színházi menekültek számára, így az épületünkben jelenleg ők kapnak 3. hónapja átmeneti menekült szállást. Próbáljuk összehangolni a munkát a diállapot okozta nehézségekkel. Az elmúlt 3 hónapban ez sikerült, a nyarat már megterveztük, és bízunk abban, hogy a következő évadban, szeptembertől viszonylag rendezettebb körülmények között tudjuk folytatni a munkánkat otthon. A helység kalapácsát és a tótékat játsszák vendégfellépéseiken, a nyári fesztiválokon. Pécsről a harmadik színház igazgatója Vince János az elsők között jelentkezett, és hívta meg a társulatot fellépni a Baranyai megyeszékhelyen.